Jó estét kívánok, köszöntöm az Együtt magazin nézőit. Érdemes lesz ma este is velem tartani, érdekes témákkal készültem. Itt van velem a stúdióban Sevella Zsuzsanna, játékfejlesztő, fejlesztőpedagógus, aki nemrégiben mutatta be egy Székesfehérváron legújabb kiadványát, egy játékgyűjteményt. Erről fogunk beszélgetni a következő percekben. Köszöntelek itt a stúdióban. Én is köszöntelek. Hát az első kérdésem az lenne, honnan kapta a címét ez a kiadvány? Tudja Isten kinek subát, kinek gubát, és miről szól tulajdonképpen? Tulajdonképpen ez a játékgyűjtemény, foglalkoztató és játékgyűjtemény kifejezetten szűrmintákkal és fafaragó mintákkal készültek, és egy közmondást adtunk a címének, hogy kinek subát, kinek gubát. És ez ki is derül, hogy kinek járt annak idején suba és kinek guba. Mit tartalmaz a kiadvány, amit a kezedben tartasz? Igen, a kiadvány nagyon sok háttérinformációt tartalmaz, pont a szűrőkről, a fafaragó motívumokról, a pásztorok életéről, a híres betyárokról van benne, tehát minden olyan információs tartalom, ami majd a játékokhoz szükséges. Található benne betyárköltészet, ahogy a címe mutatja, a suba és a guba bemutatja az országban található mintákat, hogy melyik tájegységben hogyan készítették, milyen motívumokat használtak, hogyan szabták őket, de találhatók benne különféle pásztorételek, ha adott esetben a család akkor meg is tudja főzni, található benne közmondások, pásztordalok, minden, ami ezekhez kapcsolódik. Képeket találhatnak a gyerekek és a felnőttek a pásztorfaragásokról. Itt kifejezetten a dunántúli pásztorfaragásokat tettük bele ebbe a kiadványba. Lehet őket kutatni, nézegetni, hogy mi mindenre faragták őket. És aztán ezekkel a motívumokkal vannak benne rejtvények. Tehát ez a munkafüzet úgy állt össze, hogy lett egy információs tartalma része, attól függően, hogy mekkora a gyerek, lehet belőle olvasgatni és bizonyos információkat megszerezni. Van benne, amikor már nagyobbak a gyerekek, ajánlott irodalom és információ a weboldalakról, tehát böngészni is lehet dolgokat. A kisebbeknek meg találhatók benne rejtvények, különféle típusúak. Ennél az volt a célunk, ugye, hogy a kisebb gyerekek is megismerjék ezeket a motívumokat. Én mindig szoktam mondani, hogy a mai világban ebben nagyon kevés részük van, mind a vizuális kultúrában, mind a technika tanításában az alsó tagozaton, de a művészettörténetben is csak nagyon pici szeletét használják, és ahogy ugye a mai gyerek ismeri a különféle áruházláncok logóit, vagy az autó emblémákat sorolják, tehát ugye a vizuális memóriánkban ez benne van. Mi azt szeretnénk, hogy ezek a magyar népi motívumok is így beivódjanak a vizuális memóriába, és amikor nagyobbak, már ismerősként köszöntsenek rájuk, és aztán természetesen mindenféle háttérinformációt megtanulhatnak majd. Itt a dunántúli bicskán faragásokkal is megismerkedhetnek, azokon keresztül, hogy ilyen matematikai tartalmú játékok vannak benne, tehát hogy milyen irányba néz, vagy adott esetben melyikből hány darabot találnak, de vannak benne hibakeresők, amikor kutatni lehet ugye a pásztorfaragásoknál mindenféle motívumnak a részleteit, és tulajdonképpen amellett, hogy a magyar népi motívumkincset tanulják, amellett, hogy jól szórakoznak, tehát különféle képességeket, készségeket fejlesztenek, itt a hibakeresőknél például ugye a figyelem koncentrációt nagyon-nagyon elősegíti. Tehát elég komplex tulajdonképpen ez a kiadvány. Tényleg mindent megpróbáltatok beleszőni, és talán kiismerem jelenteni, hogy sikerült is. Említettél kisebb gyerkőcöket, nagyobb gyerkőcöket. Hány éves korosztálynak való ez a kiadvány?
Igazából már 4 éves korosztálytól használható, de azt mondom, hogy mi már találkoztunk ilyen nagyobb rendezvényen olyan gyerekekkel, akik a nagyobb testvérük van, és hozzá vannak szokva például a memóriajátékokhoz, vagy a hibakeresőhöz, párkeresőhöz, azoknak sokkal könnyebb, tulajdonképpen már 2-2,5 éves kortól is egy-egy típusát a játékoknak lehet használni. Na, beszéljünk akkor ezekről a játékokról egy kicsit, hogy milyen játékok kapcsolódnak még a kiadványhoz, mert szép mappában van tulajdonképpen ez a kiadvány, és nem csak önmagában a füzet, hanem még rengeteg színes papír és játék is tartozik hozzá. Így van. Összesen számoltam, de körülbelül ilyen 10-12 féle játéktípus használható, és mindegyiknek elkészítettük ugye egyenként a játékszabályát, mert attól függően, amit beszéltük is az előbb, tehát hogy milyen korosztályú gyerek, vagy mennyien játsszák a családban, vagy iskolában, óvodában, melyik játéktípus, mindegyiknek megvan a játék leírása, tehát ezeket abszolút önálló egységként is lehet használni. Találhatóak benne memóriajátékok, kezdjük a legkisebbekkel. Azoknak a szűrmotívumokat ilyen madárka mintába rejtettük el, és tulajdonképpen itt az a feladat, ugye, hogy a párokat keressük. Direkt nem vágtuk szét kártyákra ezeket a készleteket, pont azért, hogy minden egyes részletét együtt a család elkészítheti, tehát a feldarabolástól kezdve, és aztán játszhatnak vele. Itt a kicsiknek szoktuk úgy, hogy csak egy-egy sorozatot kirakunk, és akkor nyilván látja, nem a klasszikus memóriajátékot játsszuk vele, és teszi oda a párját. Ezekhez a kártyakészletekhez, például a memóriajátékokhoz készítettünk el 13-14 féle egyéb játékszabályt, hogyha már ismeri a formát, ne unja meg ugye a memóriajátékot, hanem mindig más-más játékkal, játéktípussal tudják használni ugyanazt a készletet. Aztán a madárka motívumot folytatjuk tovább. Itt ugye ennek az a jelentősége, hogy lehet ezt a készletet kétféleképpen játszani, vagy ugye azonos irányba néz, itt mutatom, azonos irányba néz, és azonos motívum van benne, vagy úgy, hogy az ellentétes motívumot használjuk. Uh-huh. Tehát, hogy még más-más játékszabályt is figyeljük. Ugye ezek meg már az a nehézsége, hogy azonos színeket használtunk, és csak a szárnyában levő motívumot kell figyelni, de nagyon kevés szín van benne, ugyanazok a színek vannak benne, tehát, hogy nagyon-nagyon kell figyelni. A klasszikus memóriajátékot azért tettük bele, mert ugye én vallom azt, hogy ha egy gyerek ismer egy játéktípust, akkor az egyfajta biztonságot ad, és ha mellé adunk egy más-más motívumot, akkor már szívesen is játszik. Főleg, hogyha ő találhatja ki a szabályokat, ugye? Így van, ezt abszolút lehet. Ezeket a játékokat családok és óvodások, iskolásoknak, általános iskolásoknak ajánljuk. Most volt a hétvégén pont a Népi Iparművészeti Múzeumban egy nagy bemutatónk, ahol ilyen állomásokon keresztül ismerkedtettek meg a látogatók a játékgyűjteménnyel, és meglepődve tapasztaltam, hogy tényleg a pici, a nagytól elkezdve mindenki nagy-nagy örömmel játszott vele, és majd még mutatni fogjuk az egyéb feladattípusokat, amivel aztán még egyre beljebb mehetünk ebbe a motívum kincsbe, a világba. Amit most a kezedbe vettél, ez is ugyanaz? Igen, ez még mindig memóriajáték, csak ez egy fafaragó fa pad háttámla mintát vettünk alapul, és ennek meg ugye az a nehézsége, tehát mindig egy picit nehezítettünk rajta, az a nehézsége, hogy itt ellentétes színeket is használtunk, és ráadásul ugye vannak, amikor meg tükörképét kell nézni. Tehát, hogy mindig arra nagy figyelmet fordítunk, hogy legyenek mindig nehezítések. Tehát, hogy amikor van, mindig egy kicsit nehezebben. Egy kis agytorna, így van. Aztán magában a játék típusokban vannak különféle lottójátékok,
amiket lehet használni. Itt is ugye szétvágjuk a kártyákat, és megvannak az alaptáblák. Van belőle jó sok, tehát hogyha 6-7-en, 8-an szeretnénk játszani, akkor azt is el lehet végezni. Tettünk bele sodokút, ahol szintén az alapkártyákat is lehet ugye fölvágni, használni, és négyessel kezdtük, ugye, hogy ezt a kisebbek is tudják játszani, és ugye ez egy komoly logikai játék, a sorokba, oszlopokba el kell tudni tájékozódni, és a mintákat használni. Aztán ebbe a készletbe található még ilyen beillesztős játék, elrejtős játék, tehát ugye egész a kicsiktől a nagyobbakig terjedőleg, dobj és rak, a klasszikus torpedójáték, ahhoz vannak alaplapok hozzá, és kirakók, nem is tudom, talán kimerítettük a játék típusokat. És érkeztél velünk, ilyen nagy táblákat is hoztál. Ezekről mit kell tudnunk, ezekről az óriási táblákról? Így van. Az óriási nagy táblákban igény merül fel rá, hogy óvodába, iskolába ilyen nagy letörölhető táblákat készítsünk, vagy tényleg gyártsunk. Nagy rendezvényeken mi szoktuk ezeket a letörölhető nagy táblákat használni, és ugye ez is egy izgalmas és érdekes dolog a gyerekeknek, hogy ugye itt nincs tétje, hogy hogyan színezünk, és maga annak is varázsa van, hogy ő egy nagy alakú táblán rajzol, mi ezt festőállványra szoktuk kirakni, és aztán ugye színezheti, letörölheti. Az egy hibakeresős játék, meg a számosságát is ugye oda kell tenni a megfelelő helyre. Az a tapasztalatunk, hogy ezeket a formákat nagyon-nagyon szeretik a gyerekek. Volt alkalmunk nagyon sok óvodában és iskolában kipróbálni ezeket a játékokat, mielőtt ez a játékgyűjtemény megszületett, és úgy érezzük, hogy ez a mi magyar motivumkincsünk, ez valahol bennünk van, mert egyből kedves a gyerekek számára, és nagyon-nagyon szívesen játszanak vele, és ami nagy öröm, hogy minden egyes játéktípusnál magára a mintára vonatkozóan rengeteg kérdés van, hogy honnét származott, ki készíthette, hol viselték. Tehát pont azt a célt, amit szeretnénk, az eléri ez a játékgyűjtemény. És kérdezősködnek is a gyerekek. Egyébként érdekes, amit mondasz, mert ahogy kezembe fogtam például ezeket a színezőket, igen. Nekem is az volt az első reakcióm, hogy mennyire aranyosak, mennyire kedves figurák. Így van, ez egy új bábkészlet, tulajdonképpen van benne a foglalkoztatóba egy mese, az aranyszőrű bárányka, tehát itt a pásztorral megyünk át a mesébe, és mindenki elkészítheti a szereplőket, tehát a saját új bábkészlete lehet. Ami nagy öröm és tapasztalat, hogy tényleg a gyerekek nagyon szívesen készítik el, és együtt lehet aztán mesélni az egész mesét. Ami még nagyon fontos, és tettünk bele ebbe a gyűjteménybe sokféle színező lapot, és egyéb vizuális játékokat. Na, úgy néz ki, hogy ennek a kötetnek lesz más motivum tartalommal sorozat kiadványai még. A miskakancsókról, tehát ilyen fazekas termékekről, szőttesekről, tehát több típus van. Ezért ilyen egységesített lett ez a füzet, tehát hogy van benne, és mindegyikben úgy néz ki, hogy lesz benne egy ilyen színező alaplap, készlet, amit mi azért szeretnénk, hogy minél többet forgassák, és adott esetben a család is otthon tud magának másolni, vagy óvodákba az óvónéni a gyerekeknek. Ezt kiemelném, ezt a mintát, ez egy furujáról való minta, tehát ilyen kiterített lapváltozat, és ezt nagyon-nagyon ajánlom, ilyen, aki iskolás
korú ilyen vonalvezetése, tehát abszolút ilyen írás előkészítésre, és óvodásoknak is. Amellett, hogy ugye itt folytatni kell a sort, mi mindig el szoktunk mondani háttérinformációként, hogy ezt faragták, tehát tévedni nem lehetett. Ha belekarcolta azt a motívumot, annak ott volt a nyoma. Így van. És ezzel mi a pontos és igényes munkára tudunk nevelni. Mert itt is tétje van. Ha meghúztuk, akkor az ott marad. És azt tapasztaltuk, hogy tényleg így sokkal türelmesebben dolgoztak a gyerekek, meg azt is el szoktuk mondani, hogy nem egyszerre kell elkészíteni, hiszen ez sem egyszerre készült el. Tehát, hogy el lehet, tehát készítünk egy részt, amikor azt gondoljuk, hogy elfáradtunk, akkor nem összecsapjuk, hanem elővesszük egy következő alkalommal. Azt gondolom, hogy ezzel is a türelemre, kitartásra lehet nevelni. Úgy tapasztaljuk, hogy a mai gyerek az nagyon hamar el akarja végezni a munkát, és azt szeretné, ha egyből sikerülne, viszont erre meg lehet tanítani arra, hogy tényleg következetesen elővesszük, és szépen türelemmel készíthetjük a munkákat. Ugye elhangzott, hogy óvodásoknak is jó, iskolásoknak is jó, és családoknak is jó. Tehát akkor ez a kiadvány elérhető bárki számára. Így van. Így van, a Hagyományok Háza gondozásában jelent meg ez a kiadvány, és a Mesterporta üzletükben és a weboldalon is, a Hagyományok Házánál ez elérhető. És nagyon sok érdekességet és hasznos dolgot, és nagyon sok aranyos játékot tartalmaz. Én nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél hozzánk, és megosztottad velünk mindezt. Hát remélem, minél több gyerkőc figyelmét felkeltjük ezzel, és érdeklődését pedig, tehát az érdeklődését is. Várjuk a további kiadványokat, szerintem azokról is be fogunk majd számolni. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, pedig ne menjenek sehová, hiszen az Együtt magazin folytatódik tovább. Most egy alattomos betegséggel, az epilepsziával fogunk foglalkozni. Nah, he wouldn't know any better. Besides, it has nothing to do with him. Angliában oktatófilmet is készítettek a fiataloknak, hogy tudják, mit kell tenni, ha a közelükben egy ember epilepsziás rohamot kap. Fontos, hogy ne korlátozzuk a beteg mozgását, védjük meg a sérülésektől, maradjunk vele és a roham után fordítsuk oldalra és döntsük hátra a fejét, ellenőrizzük a légzést. Ha szükséges, hívjunk mentőt. A rohamnak többféle oka lehet. Epilepsziás roham az többféle változatban fordulhat elő. Ugye ennek vannak provokált és nem provokált változatai. A provokált rosszul lét, ez alkoholfogyasztás, a nem alvás, különböző lázas betegségek, illetve olyan betegségek, amik a homeosztázist, a vér alkotó elemeinek megváltozását eredményezik. Nátrium szint, kálium szint, kálcium szint megváltozása okozhat epilepsziás rosszul létet, illetve különböző betegségek. Részben vannak örökletes változatai az epilepsziának, részben pedig olyan betegségek, amik a központi idegrendszert, az agyállományát érintik, és ezen keresztül vezetnek epilepsziához. Ide tartoznak a tumorok, a gyulladásos betegségek, az agyi keringés zavarok, ezek mind-mind megnövelik az esélyét, hogy epilepsziás rosszulét alakuljon ki. Az epilepszia, a visszatérő görcsökre való hajlam, a leggyakoribb agyi zavar. Az agyban található idegsejtek nagy erejű elektromos kisüléseiből keletkezik, de nincs köze az elmebetegségekhez. Az epilepszia gyakoriság az a gyermekkorban olyan 1% körül van, felnőtt korban egy kicsivel ennél több. Tulajdonképpen van két csúcs a korosztályok között. Egyrészt gyerekkorban magasabb az epilepsziás rosszuléteknek az esélye, aztán jön a tinédzser és a középkor, amikor lecsökken az epilepsziás rosszulétek esélye, és aztán 60 éves kor felett megint nő a gyakorisága az epilepsziának. Hát Magyarországon pontosan nem tudom megmondani, hogy milyen mennyiségű beteg, illetve család, kb. 500 ezer érintett lehet közvetve vagy közvetlenül az epilepsziában. Mennyire gyógyítható ez a betegség?
Van néhány olyan változat, amit kinő az ember, és magától meggyógyul. Más része a betegeknek az roham kockázata az tovább hosszabb tartósan megmarad magasabban, de gyógyszerrel ezt lehet kezelni. A betegeknek kb. 70%-a az rohammentessé tehető gyógyszeres kezeléssel. Maradék 30%-nál azért előfordulnak rosszul létek a kombinált gyógyszeres kezelések ellenére is. Illetve van egy olyan része az epilepsziának, ami műtéttel gyógyítható. Ennek régen, évtizedekkel ezelőtt elég gyakori volt a műtét, aztán a gyógyszeres érában ez lecsökken. Most azért kikristályosodott azt, hogy van egy olyan csoport, aki a műtéttel nagyon jól kezelhető, és gyógyszerekre viszont nem reagál. Tehát bizonyos típusban a műtétek újra gyakorivá váltak. Az emberek többnyire csak az eszméletvesztéssel járó úgynevezett nagy rohamot ismerik, de ez csak egyike az epilepszia 30 különböző megjelenési formájának. Van például úgynevezett kisroham is, amely rövid ideig tartó szellemi kieséssel jár. Máskor a beteg pár pillanatra csupán összerándul, mintha megrettent volna valamitől, illetve elrévett, elbambult volna. A beteg a roham ideje alatt történtekre általában nem emlékszik vissza. Minden roham káros, és ha gyakran ismétlődik, azért az idegrendszer károsodását eredményezheti. Ugye maga a rosszul lét az annak következtében jön létre, hogy összehangoltan, szinkronizáltan az idegsejtek nagyon aktívvá válnak, nagyon magas feszültségű és nagyon gyors kisüléseket produkálnak, és ez eredményezi az epilepsziás rosszul létet. Most ennek van ugye a régi nevezett timál rosszul lét, a kisroham, amit általában a gyermekeknél lehet tapasztalni. Ezek a rosszulétek, ezek nem igazán feltűnőek, csak úgy tűnik, mintha a gyermek egy kicsit elbambulna az iskolába, néhány másodpercre kihagy, úgymond, és aztán folytatja tovább a korábbi tevékenységet. Ezek azért kevésbé észrevehetőek, de mivel nem egyszer többesével többször jelentkeznek naponta, azért előbb-utóbb feltűnik, hogy valami nem stimmel, hogy a gyerek ilyen gyakran elbambul és csak néz maga elé, anélkül, hogy reagálna néhány másodpercig a környezetére. Sokkal látványosabbak a epilepsziás nagyrohamok, a grand mal rosszulét, és ez a leggyakoribb típusa, amikor a eszméletvesztéssel jár, az esetek egy részében minden bevezető tünet nélkül, elveszti a beteg az eszméletét, így természetesen ez azt jelenti, hogy nem is emlékszik a rosszul létre. Végtagjai megfeszülnek, majd elkezdenek rángatózni. Ilyenkor a vizeletét emetszer maga elengedi, nyelvét elharapja a rosszul lét kapcsán, szemeivel maga elé mered, vagy fennakadnak a szemei, ahogy a szemtanúk ezt leszokták írni. Egy ilyen 2-3 percig tart a rosszul lét, és ez általában önmagát kioltó, tehát megszűnik spontán anélkül, hogy bármit tennénk. Gond az akkor van, hogyha ezek halmozottan jelentkeznek, a két roham között nem tisztul fel a beteg, vagy ezek a rosszul lét, az rángatózás nem szűnik meg, hanem folyamatosan zajlik. De általában az a jellemző, hogy önmagától megszűnik a rosszul lét, utána a beteg olyan álmos, zavart még, és kell egy időszak, egy negyed óra, 20 perc, amíg feltisztul, van, akinél ez természetesen hosszabb. Tehát ez az, amit a hétköznapi ember epilepsziának ismer, ezek a epilepsziás nagy rohamok. Az Egészségügyi Világszervezet 1997-ben világméretű kampányt hirdetett az epilepszia és a körülötte elterjedt előítéletek ellen. A fő cél az volt, hogy megszűnjön az epilepszia körüli homály, és fogadják el mindenütt, hogy ez gyógyítható betegség. Számos országban ugyanis még mindig nem agyműködési zavarnak tudják be, ezért a betegséggel élők jelentős része nem jut gyógykezeléshez. Kedves nézőink, ez volt már az Együtt magazin. Én köszönöm megtisztelő figyelmüket, hogyha tehetik, tartsanak velünk továbbra is. Viszontlátásra!